Az utolsó simításokat végezték december közepén Fehér Gyarmat új kerékpár útján. Nagy hiányossága volt ez a város legforgalmasabb szakaszának. Évvégére azonban elkészült a csak nem három kilométer hosszúságú aszfaltos réteg a biciklivel közlekedők számára, mondta el Péter Csaba polgármester. Én úgy gondolom, hogy egy gyönyörű műtát készült el, amely amellett, hogy gyönyörű, még természetesen a biztonságos közlekedést is szolgálja, hiszen azért valljuk be őszintén, hogy az elmúlt jó pár évben Fehérgyarmaton olyan mértékű gépjárműforgalom forgalom jelenkezik, amely veszélyezteti a kerékpárosok testi épségét. Így most már azt mondhatjuk, hogy a fő utca vonalában nyugodtan lehet majd kerékpárosan közlekedni. Biztosak lehetünk abban, hogy szeretteinket vagy gyermekeinket nem üti el egy gépjármű, hiszen védett nyomsávon tudnak haladni. Fontos fejlesztése még fehérgyarmatnak ez az ipari csarnok, ami 75%-os készültségi szinten van, építése pedig várhatóan január végére fejeződik be. A településen a Zöld Város program kivitelezése van még hátra az előző uniós ciklusból elnyert pályázatokból, ez várhatóan 2023 első heteiben megkezdődik. Ez egy 500 milliós projekt, amely az ABC előtti, illetve a centrál Hotel előtti részt érinti, a teljes Kossuth Parkot, a Sétáló utcát, illetve a Jékei Kúria környékét. Ez a fejlesztés még most fog elindulni, bízunk benne, hogy ezt is sikeresen le tudjuk zárni. Most úgy néz ki, hogy minden uniós projektünket ez, ezen kívül sikerül lezárni, megvalósítani. Bízunk benne, hogy ez is... Sikeres lesz. Én úgy gondolom, hogy az, az egyik legszebb olyan projektünk, amely tényleg gyönyörűvé teszi ezt a kisvárost, és ami jó hír, hogy ennek folytatásaként az élhető települések TOPUSZ pályázatban a következő uniós ciklus keretében nyertünk egy 1,2 milliárdos közterületfejlesztés, amely a buszfájódvar, május 14-én. A régi kölcsei általános iskola előtti szakasztal át a Szent Islátéren bekapcsolódik a felújítandó Kossuth -parval. Péter Csaba a város gazdasági helyzetével kapcsolatban elmondta, a háborús infláció okozta hatások mérséklése volt az elsődleges az elmúlt hónapokban a város vezetés számára. A polgármester úgy látja, a költségvetés stabilitása és a megkezdett beruházások befejezése sikerként könyvelhető el a mostani helyzetben. Valik, hogy kilábaltunk ugye a koronavírus járvány miatti gazdasági válságból. Egy újabb válság zúdult a nyakunkba az orosz nem háború miatti gazdasági nehézségek. Ez megnehezítette az önkormányzat életét, de természetesen ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy egy sikeres gazdasági évet zártunk magunk mögött sikerült ezt az évet is hitelfelvétel nélkül zárnunk, tehát a városköltségvetése egyensúlyban volt, illetve számos olyan nagy beruházást befejeztünk, vagy a nagyberuházások már a végéhez járnak, amely úgy gondolom, hogy büszkeséget tölt el bennünket. Az önkormányzatnak a következő hónapokban is jelentős feladatai lesznek a fejlesztések területén. Már elnyert pályázatuk van a művelődési ház energetikai korszerűsítésére, és egy központi óvoda kialakítása is 2023-ban valósul meg.